Zeng tehát, zeng édes lantom, zeng ki, ami benned van. Szólj vadúj, és szól szelíden, ragyogóan és sötéten, szomorúan és vigan. Légy vihar, mely haragában ősi tölgyeket szakít, légy szellő, mely mosolyogva csendes álomba ringatja a mezők fűszálait. Légy tükör, melyből reám néz egész, egész életem, melynek legszebb két virága a mulandó ifjúság és a múlhatatlan szerelem. Írta Petőfi 1848 utolsó versében, és mi január 1-től december 31-ig napról napra nyomon követjük, hogy mely hónapban, mely héten, vagy ha tudjuk mely napon, milyen költeményeket szerzett. Mit daloltok még ti jámbor költők? Mit daloltok még ti jámbor költők, íj időkben minek az a dal? Úgy sem hallgat a világ reátok, hangotok csaták zajába hal. Félre mostan jó fiúk a lanttal, szép zenétek hasznot nem hozó, tudhatnátok azt, hogy elenyészik mennydörgésben a pacsirta szó. Meg lehet, de a madár nem nézi, hallgatják-e őtet odalent. A pacsirta fönn a kék magasban istenének és magának zeng. Önmagától száll a dal szívünkből, ha bú vagy kedv érintette meg, száll a dal, mint szállanak a szélben a letépet rózsalevelek. Énekeljünk társak, sőt legyen most hangosabb, mint eddig volt a lant. Hadd vegyüljön ez zavaros földi zajba egy-két tiszta égi hang. Romba dőlt a félvilág, kietlen látomány, mely szemet s szíved bánt. Hadd boruljon a rideg romokra dalunk, lelkünk zöld repkény gyanánt. Pest 1848. szeptember. Petőfinek számomra egyik legcsodálatosabb dala. Elégia, idill, ars poetica, ezt az egyszerű éneket, ezt a hat versszakból álló, mintegy 24 soros éneket sok mindennel fölékesíthetnénk, de már a címe is milyen sokat mondó, mit daloltok még ti jámbor költők. Az első két versszakot macska körmök közé zárja a költő, mint egy mással mondatja ki, mit daloltok még ti jámbor költők, íj időkben minek az a dal, hát inter arma silent múzé. Tehát a háborúkban hallgatnak a múzsák, mondta már a római költő is. Úgysem hallgat a világ reátok, hangotok csaták zajával, nem mint hogyha máskor hallgatna ránk a világ. Milyen csodálatosan megírja ezt majd Kosztolányi Dezső az Ének virág Benedekhez című hatalmas ifjúkori versében, hogy hát gyönyörű szókat gyalul égre nézve a költő, de ki foglalkozik azzal, hogy mit mond a költő. Félre mostan jó fiúk a lanttal, szép zenétek hasznot nem hoz. Ugye a haszon miatt nem kell a költészetre hallgatni békeidőben sem, de hát háborúban tudhatnátok azt, hogy elenyészik mennydörgésben a pacsirta szó, hangotokat csaták zajába hal, tehát kétszer is megismétése békében, de háborúban végképp nincs aztán a költészetnek értéke. Hát mit jelent a költészet háborúban? Igaz, hogy Petőfi csatadalokat is szerzett, igaz, hogy a legdrágábban elkélt dala
azért talán 50 ezer példányban, ha jól emlékszem, mégiscsak hadi megrendelés volt, de milyen érdekes a harmadik vers fordulata. Meg lehet. De a madár nem magának, illetve a dadá madár nem nézi, hogy hallgatják-e őtet odalent. A madár fönt a kék magasban Istenének és magának zeng. Milyen csodálatos, ha csak ezt vesszük ki, ugye ebből az ars poétikából, mert ennek is nevezhetnénk, Istennek és magunknak dalolni. Ezt teszi meg majd Arany János is a Vigasztaló című nagy ars poétika záró konklúziójának, záró következtetésének. Ha Istennek és magunknak dalolunk, ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjad, mondja egy másik versében, akkor is megtettük, ami a kötelességünk. Mert Isten lát bennünket, Isten hallja a dalunkat, és magunk is tudjuk, hogy minek mi az értéke, aztán majd később az utódaink fölfedezik, mint ezt a verset is, ami még várat magára a nagyon nagy Petőfi versek közé sorolom a fölfedezésre. Énekeljünk társak, sőt legyen most hangosabb, mint eddig volt a lant, hadd vegyüljön ez zavaros földi zajba egy-két tiszta égi hang. Hát ez is páratlanul csodálatos, amilyen egyszerűen, hogy zavaros földi zajba egy-két tiszta égi hang, ha csak egy-két tiszta égi hangot ad a költő, mert hiszen, hogy mondta Pilinszky, hogy a tiszta szó az olyan ritka, mint a színarany, még a költészetben is. De Petőfi nagyon nagy verset írt, most már nem a forradalom idejét éljük, hanem a csaták zaja hallatszik, felvonulnak az osztrákok, a Habsburgok, mert nem tudják elviselni, hogy valaki ne nekik szállítsa jövedelmüket és az általuk megtermelt munkának az értékét. Hiszen népek azért igáztak le másokat, hogy jobban éljenek másokon. Erről a Habsburgház is nehezen mondott volna le. Felbérelték Jelasicsot, aztán utána meghívták Első Miklóst, aki adott a kért létszám helyébe dupla annyit, és másfél-két hónap alatt elvégzett mindent. Elsöpörte a magyar nép álmát, csendes, vértelen forradalmát, és egyáltalán nem véres szabadságharcát, amit már Arany János is így mondott, honvédő háborúját. Mit daloltok még ti, jámbor költők? Romba dőlt a fél világ. Kietlen látomány, mely szemet s szívet bánt. Ma is ezt mondhatjuk erre a 30 háborúra és a szomszédunkban is dúló borzalmas háborúra. Ennél jobban, Petőfinél jobban ma sem tudnánk megfogalmazni ezt. Hadd boruljon a rideg romokra dalunk, lelkünk, zöld repkén gyanánt, mert ha lélek tiszta, a tiszta lélekből szól a dal, akkor a remény hal meg utoljára. Igen, a remény fennmarad, hogy lesz majd egy olyan világ, amelyben nem lesz fájdalom, se betegség, se bűn, se halál. Egy olyan világ, amely soha örökké meg nem romol. Ezt olvassuk a dánieli proféciákban már a könyv 3., 7. és befejező fejezeteitől fogva, amikor is felkél majd Mihály a nagy fejedelem, aki a mi népünk fiaiért áll, amikor eljön egy olyan ország, amelyben a szeretet és az igazság uralkodik.